Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a top 10 legszörnyűbb dolgot mutatjuk be, amit Mr. Burns valaha tett a Simpson családban. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban Mr. Burns 10 legrosszabb tettét részletezzük a Simpson család sorozat történelme során. The intruder appears to be a young male aged 9 to 11. Release the hound. 10. Veszélyeztette az alkalmazottait. I suppose that's normal background radiation, the kind you'd find in any well-maintained. Nem titok, hogy a megalomán, mániákus, kapzsi és elképesztően önző Mr. Burns nem Springfield legjobb munkaadója. Vannak igencsak kiakasztó dolgai, például imád a munkavállalói után kémkedni a biztonsági kamerákon keresztül, illetve nem hajlandó megtanulni a nevüket sem. De ezen kívül még a fogászati biztosítást sem állja. Szándékosan magasról letolja a legalapabb biztonsági óvintézkedéseket is, és rendszeresen ejti le az alkalmazottakat az irodájában lévő titkos csapóajtón át. Azért, hogy kinyírja őket. Legalább a ti kibírhatatlan főnökötöknek nincsen titkos csapóajtója. Legalábbis reméljük. There's a light bulb out on level P2! Oh, good lord. The trap door is under renovation, it's not safe. 9. Liza szabadalmaztatott híg trágyája. Yes, thank you everyone, but 10% of your applause should go to my little partner, Lisa Simpson. Amikor Mr. Burns leleplezi Liza szabadalmaztatott hígtrágyáját, kiderül, hogy felesleges abban reménykedni, hogy valaha is megjavul. A Liza és az öregember epizódban Liza megkísérli jó útra téríteni Burns, és megtanítani neki az újrahasznosítás fontosságát. I'm afraid I'm not familiar with that term, you adorable little ragamuffin. Még meg is nyitja a saját újrahasznosító üzemét is, de sikerül kivívni a Liza haragját, amikor megmutatja a gyár legjobb részét, az 1 millió műanyag sörtartót, amelyek behálózzák a tenger élővilágát, és ehető iszappá alakítják őket. Igen, ez az újrahasznosítás a gonosz emberek szerint. What's going on? I call it the Burns Omni-net. It sweeps the sea clean. 8. Olajlopás az általános iskolából. Amint Mr. Burns megtudja, hogy olaj található a Springfieldi általános iskola alatt, azonnal fúrni kezd, hogy olajat lophasson onnan. Nem csak aljas, hogy meglopja az iskola vagyonát, de tettének borzasztó következményei vannak az egész városra nézve. Mókocsmája bezár a mérges gázok miatt, az iskola személyzetének egy részét kirúgják, a Springfieldi nyugdíjas kastélyt lerombolják, a Mikulás kis segítője pedig megsérül, amikor egy olajfolyam megsemmisíti Bart faházát. Zseniális társadalomkritikát láthatunk az üzleti és olajmágnások nem törődömségéről. Jól látszik, hogy Burns még a várost is lerombolná a profitért. Those wheels are squeaking a bit. Perhaps I could sell him a little oil. You twisted old monster! 7. Elütötte Bartot az autójával, és egyáltalán nem is érdekelte. Bartot gördeszkázás közben üti el Mr. Burns, kis híján bele is hal a balesetbe. Balesetek persze történnek, de Mr. Burns a legkevésbé sem érdekli Bart hogy léte. Amíg Smithers ellenőrzi Bart állapotát és kifejezi aggodalmát, addig Burns csak egy kis aprót akarna odadobni, majd továbbhajtani. Just give him a nickel and let's get going. I think we should call an ambulance, sir. Később felajánl Simpsonéknak $100 kompenzációt, de Homer ezt visszautasítja. Először láthatjuk Mr. Burns igazi énjét, ezzel a húzással pedig meg is született a klasszikus tévés gonosztevő karaktere. So extortion is the name of your little game, is it, Simpson? Very well, then you get nothing. 6. Kiskutyákat akar ölni, hogy elkészítsen egy öltönyt. There you go, there you go. A 6. évad 2 tucat kölyök és egy agár epizódját egyértelműen a 101 kiskutya inspirálta, nem csak címében, de abban is, ahogy a Mr. Burns cselekedetei Szörnyella de Frászt idézik. Amikor a Mikulás kis segítője egy tucat kiskutyát nemz egy másik kutyának, Burns és Smithers elrabolja a kutyusokat, hogy Burns egy menő agár öltönyt készíthessen belőlük. Mielőtt még teljesen elszörnyednétek, szerencsére nem valósítja meg a tervét. Mondjuk a következő dal így is eléggé büntet. See my vest made from real gorilla chest. Feel this sweater, there's no better than authentic Irish setter. 5. Szexuálisan zaklatja, majd kirúgja Marge-ot.
Miután Simpsonék házfelújítása rendkívül drága, Marge dolgozni kezd a gyárban, hogy ki tudják fizetni a költségeket. Burnsnek azonnal megtetszik Marge, de a nő lepattintja. You're fired! You can't fire me just because I'm married! Burns válaszként azonnal kirúgja, amikor pedig Marge perrel fenyegeti, Burns egy elég illetlen szexuális utalást tesz, és neki áll dorombolni. Burns nem csak gusztustalan főnök, de tulajdonképpen teljes egészében egy gusztustalan ember. Bár a legtöbb gonoszkodása a poén miatt történik, de ez a jelenet kényelmetlenül valósághű, különösen a Me Too mozgalom fényében. Come on, homie. Let's go before he fires you too. Negyedik, megpróbálja bezárni Homert egy kriptába. És ha nem szexuálisan zaklatja Marge-ot, megpróbálja bezárni a férjét egy kriptába. A 14. évad az igazgató részében Homer részt vesz egy sikeres ember tanfolyamon, megbuktatja Burns-t és az erőmű igazgatója lesz. The titular head of the power plant is now Mr. Homer G. Simpson. That's right. A hatalom visszaszerzése érdekében Burns bedrogozza Homert és megpróbálja élve eltemetni őt a Burns családi mauzóleumban. Terve azonban meghiúsul, amikor Homer egyszerűen átsétál a parányi falon, amelyet vértizzadva felállított. Most komolyan, élve eltemetni ezért valakit? Még szerencse, hogy túl öreg volt ahhoz, hogy rendes falat csináljon. There you go. Harmadik, megpróbálta megölni nagypapit és Bartot. Burns is after me, 'cause he wants the hellfish bonanza. Ebben a részben Burns és nagypapi maradnak az egyetlenek, akik még élnek a második világháborús gyalogos osztag, a repülő pokolhal tagjai közül. A repülő pokolhal osztag felbecsülhetetlen értékű festményeket lopott a háború alatt, elzárták őket és egyességet kötöttek, hogy az utolsó túlélő lesz a drága tárgyak örököse. Emiatt fogad Burns bérgyilkost, hogy végre megölje nagypapit. Smithers, I want that man killed. Amikor nagypapi és Bart tényleg megtalálják a festményeket, Burns beledobja Bartot egy ládába, ami beleesik a vízbe. Burnsnek egyértelműen többet ér a pénz, mint bármi más, beleértve az emberi életet is. So long, Sarge. See you at the reunion in November. Második, valószínűleg megölte az anyját. Mr. Burns can't stand talking to his mother. He never forgave her for having that affair with President Taft. Nem igazán mondható szeretetteljesnek Burns és az anyja viszonya. Először is Burns elhagyta őt egy milliárdosért, amikor még csak gyerek volt, aztán kiderül, hogy Burns azért is haragszik az anyjára, mert az viszonyt folytatott Taft elnökkel, végül pedig megtudjuk, hogy megpróbálta megölni azzal, hogy lekapcsolja a lélegeztetőgépről. A terv nem működött, így az anyja még 50 évig gyötörhette Burns-t. That improvident lackwit! Always too busy striding about his atom mill to call his own mother. Ez már így is eléggé rosszul hangzik, de az egyik epizódban Burns utal arra, hogy eltávolította az anyját, mert az útjában állt. Bár azt is mondta már, hogy valójában az anyja halálát a vízelvezetés hiánya okozta, szóval nehéz eldönteni, hogy mit is higgyünk valójában. Sorry about pulling the plug on you and all. Who could have known you'd pull through? Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigasdíjas. We found a missing Brazilian soccer team working in your reactor core. That plane crashed on my property. Master Burns, I mean, carry on. My legs got gippy. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, eltakarta a napot. Since the beginning of time, man has yearned to destroy the sun. Burns nem fél egész Springfieldet veszélyeztetni azért, hogy megkapja, amit csak akar. Csak azért, hogy véget vessen egy sztrájknak, egyszer lekapcsolta az egész város áramellátását. A kilőttele Mr. Burns epizódban pedig a legaljasabb tervét eszelte ki. Egy hatalmas lemezzel eltakarta a napot, hogy Springfield polgárai az ő atomenergiáját használják. I will do the next best thing. Block it out. Bár Burns mindig is velejéig gonosz volt, végül ez a húzása borította ki teljesen Smithers-t. Miután hangot ad nem tetszésének, Burns engedetlenségre hivatkozva kirúgja őt. Amikor már Smithers is őrültnek nevezi Burns-t, akkor tényleg nagyon nagy a gáz. No, Marty, I won't. Not until you step back from the brink of insanity. I'll do no such thing. Tudtok még olyan kifejezetten gonosz húzásokról, amiket ez a karakter művelt? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!